Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jön egy újabb Warframe karakter, ezúttal Voltról fog esni a szó. Most már végre megcsináltam mind a három kezdő karaktert, ugyanis igen, Volt is az egyik választható kezdő karakter. Ha úgy vennénk, hogy három kezdő karakter, ugye az Excalibur meg és Volt, akkor Excalibur lenne az, aki a damage-et csinálja, meg lenne az, aki a crowd control-t csinálja, vagyis ugye feltartja a tömegeket, és a Volt lenne a pánik ember és a defenzív ember, hogy úgy mondjam, mivel voltak a képességeik, valami olyasmik, hogy hát defenzív és támadó is. Valahol megnek is ilyen képességei vannak, de ő inkább a tényleg a gyakorlatilag a crowd controlban az abban jó, ugye Excalibur teljes mértékben damage. Úgyhogy ha mondjuk egy 3-4 új játékos belekezd a játékba, akkor mindenki saját szájűzése szerint tud választani, mert Volt lenne az, aki talán a legdefenzívebben tud játszani, és talán, hogy úgy mondjam, arra is érdemes őt húzni egy kicsit defenzívebb játékra, nem beszélve arról, hogyha netán szólóban is szeretnél vele menni, akkor mindenképpen kicsit defenzívebbre kell szedni. Na most Voltot, aki nem Voltot választotta, kiszedni őt a klánokból lehet, tehát hogyha bejoinolsz egy klánhoz, elmész a Tenorisesbe és ott megtalálod a Volt alkatrészeket, amit itt láthatok a videóban, ugye ő a Volt Prime, amit szépen ki lehet farmolni a különböző Void küldetésekből, lesz vele macera, nem dobja könnyen. Az biztos, főleg most, hogy így bejött az Ash Prime is, még nehezebben fogja dobni szerintem. Na, a következő dolog, térjünk rá a képességeire. A Prime-ról egyébként annyit, hogy több energiája van és több leformázott slotja, szóval nem egy rossz dolog. Tehát mindenképp erősebb azért, mint a sima Volt, érdemes arra rágyulni. Tehát mondjuk, aki mondjuk mást választott kezdő karakternek, mint a Volt, az szerintem helyből a Prime változatot farmolja ki a Voltból, mert úgy éri meg. A képességét rátérve, az első képessége a sok, gyakorlatilag 200-at damage-el, amit itt láthatok játékmenet, az Uranuson történt, tehát itt 20 és 40 között jönnek az ellenfelek, és Survivor Mission, ráadásul jég is volt, úgyhogy a shieldem a fele. Nem egy egyszerű, szóval ne tántorítson el a látnivaló, ha netán azt látok valamit, amit nem tetszett, mert kemény volt a szint is. Egyrészt azért, hogy lássátok, hogy azért Volt elbír a dolgokkal, de azzal nem számoltam, hogy jég is lesz és leviszi olyan mértékben a shieldemet, ami már az eléggé sebezhetővé teszi a Voltot ezen a szinten, szóval. Nos, 200-as seb, ez az első képesség, egy ilyen villámot szór ki a kezéből, nagyon praktikus, tehát egy ilyen 15-20 szintig mindenkit megöl instant. És nem egy rossz dolog, sok szempontból jól jön, mivel jól lehet kombinálni a többi képességével is, amivel szinte a végén beszélek, hogy hogyan mondjuk egy-két ilyen kombináció képességet. A második képessége a sebesség, 50%-kal megnöveli a sebességet, és nem csak neked, hanem a társaidnak is, és gyakorlatilag egy 25 méteres range-en belül, úgyhogy Nem egy rossz képesség, nagyon jól jön, megnöveli a sebzést is, ezáltal ugye gyorsabban kardozol, tehát megnövekedett sebzésed van, és gyorsabban elérsz akárhová, emiatt a Voltnak ez egy ilyen tökéletes menekülési lehetőség, tehát minden helyzetből ki tudja jól vágni magát ezzel a sebesség dologgal, és tényleg nagyon hasznosan jön csapatszinten, hogyha valamit nagyon gyorsan kell megcsinálni gyakorlatilag. Nos, a következő képességbe, és amiben egyszerűen érdemes a leginkább húzni talán Voltot, ez a shield, az electric shield, nem lehet rajta átlőni addig, ameddig tart, 25 másodperc az alapideje. Lerakod ezt a shieldet, és körbe rakod magad vele, és aztán Survivor Mission-re, meg ahol tudod, ahol éppen nincs jég, és nem fele a shieldet, mert Voltot shieldre érdemes húzni, mert abból sok van neki. Akkor nagyon jól túl lehet vele élni. Tehát ez az a képesség, ami segít abban, hogy szólóban túléljél nagyon, és kell hozzá azért egy erős lövőfegyver a Voltnak a kezében, ő szerintem inkább egy ilyen lövő karakter, mint sem hogy kardozó karakter, tehát nem is rátérünk, hogy hogyan lehet kihasználni Voltot kardozás. Az utolsó képesség, ez a push to win igazából, egy ilyen pánik gomb, ez akkor jön nagyon jól, hogyha már tényleg nagyon körbevesznek.
és akkor ezt ellövöd, és gyakorlatilag 20 méteren belül meghal mindenki, szóval érdemes a range-re is húzni, tehát távolságra húzni ezt a képességet, az ultiát. Alacsonytól egészen 25-ös szintig maximum, attól függ, hogy milyen fajról van szó, Corvus vagy Grineer, de meg fog ölni gyakorlatilag mindenki. Tehát tényleg ez egy ilyen push to win. A kezdő karakterek, akik most kezdenék a Warframe-t, a Voltot választják, nagyon fogják szeretni ezt a képességet, mert azon a szinteken, amikor Voltnak megjön az ultia, és elkezditek használni, ez gyakorlatilag tarol, és egészen egy olyan jó 20-25-ös szintig fog is tarolni, ezért a Volt az a pánik gomb, azt kell mondjam. Például, hogyha három kezdő karakter van, meg Volt és Excalibur, és amikor már tényleg nagyon gázos a helyzet, és a meg se bír el a nagy tömeggel, az Excalibur se képes annyi damage-et csinálni, akkor Volt elsüti az ultiát, és gyakorlatilag belehal mindenki, és ezt kombinálva a többi képességgel, a többi karakter képességével végképp egy hatalmasat lehet pusztítani. Szóval a Volt az a karakter, a három karakter, kezdő karakter közül, aki a pánik gomb tud lenni, tehát gázban Volt, és akkor intézi, de mind addig Volt egy kemény defenzív szerepet tud játszani csapatszinten. Szólóban viszont a kombináció képessége nagyon hasznossá teszik Voltot. Mire gondolok itt? Például van az első képessége kombinálva a második képességgel menekülés közben. Tehát lenyomod a második képességet, elkezdesz futni, és közben szórod a villámokat az első képességgel, és gyakorlatilag megbénítod az ellenfelet, ha csak meg nem ölöd, és akközben ki tudsz menekülni bármilyen szituációban, mert az első képesség ez nem egy villámot szor, illetve hát egy villámot szor, de az tovább köt több ellenfélre, ezért több ellenfelet bénít meg, magas szinten megbénítja, tehát el tudsz futni mellettük, és gyakorlatilag ki tudsz menni, alacsony szinten mindegy, mert elhullanak, mint a lejek. A kardozást ugye hogyan lehet Voltnál kihasználva, az pedig ugye a sebességgel. Előbb a sebességet, és mint kés a vajon, amit látjátok itt a majd a videóban is, kés a vajon átnéz az ellenfeleken, és itt azért 20 fölött vannak a szintek. Tény, tehát ezért is kell egy jó kard Voltnak, ami nekem megvolt, hogy ilyen könnyedén átmegy, de mivel gyorsabban is kardozol, ezért hihetetlenül magasabbat is sebzel, többet is sebzel, szóval Volt az hasznos. Például egy ilyen szinten lehet kombinálni Volt képességét. A következő ugye a 3-as, 4-es kombináció képessége, mert ugye shieldet lerakod, és így jönnek körülöd az ellenfelek, hagyod egy kicsit jöjjenek, bim, elsődöd az ultid is sorra, meghal mindenki, elkapcsolod a sebességedet, és szépen körbe felszeded a lootot, gyorsan visszahúzodsz a shieldjeid mögé, és folytatódhat tovább a parti, szóval így lehet gyakorlatilag kombinálni Voltnak a képességeit, és kell kombinálni Voltnak a képességeit, mert nem egy tank karakter, nagyon ki lehet húzni shieldre, vagy látni fogjátok, és 1200 shieldem van normálban, nem úgy, mint a videón, és nagyon ki lehet húzni shieldre, tehát azért bírja, de nem egy tank karakter, ezért a képességét tekintve kombinálni kell, szóval akinek sima voltja van, az max efficiency-re kell menni, akinek volt prime-ja van, van egy csomó energiája, szóval lehet vele szórakozni, de akkor is kell az effektivitás, hogy minél kevesebb energiát használjál, hogyha aktiválod a képességeit, és a képességei aktiválásával a Volt az egy nagyon jó, pörgős karakter tud lenni. Nem nyugis karakter, oda kell vele figyelni, ha nem, akkor elesel. Ha nem figyelsz oda a shieldekre, hogy körbe ragd magad, körbe ragd a védelmedet, ha nem kombinálod a képességeidet, nem, nincs meg egy tapasztalatod a Warframe-ben, hogyha akkor nyúlsz először Volthoz. Ha akkor nyúlsz először Volthoz, meg fog tanítani játszani, de hogyha nincs meg a kellő tapasztalatod, mert eddig egy Rhino-val mászkáltál, akkor a Volt-tal meg fogsz lepődni, mert azért oda kell figyelni vele, és koncentrálni kell, de viszont cserébe egy nagyon jó, pörgős, látványos, nagyon látványos játékot fogsz kapni, ugye a képességei által nagyon jól néz ki, és az overpower feelingét fogja teljes mértékben adni a Volt, mivel a képességei egyszerűen bizonyos szinteken a tömegeket képesek elpusztítani, magasabb szinteken pedig hihetetlenül jól lehet vele szólozni abból a szempontból, hogyha kihúzod őt időtartamra, tehát hogy a shieldje bírja idővel minél tovább, és gyakorlatilag kombinálod a képességeit, és nem alszol el játék közben, akkor a Volttal nagyon jó sikerélményed lehet, és tényleg kellemes perceket tud neked szerezni.
ennyi lett volna így magára a karakter, és most pedig jön a modolás, ami egy általános modolás nálam, tehát mindenre kicsit általánosan húztam, és egy kicsit többet időre, semmi extra, lehetne különlegesebb buildeket is csinálni, ahol jobban húzok időre, vagy netán jobban húzok erőre és területre, tehát különböző buildeket lehetne csinálni különböző szituációkra, de volt ott egy, igazából egy ilyen általános karakternek használom én speckó, ahol mind egyénileg is hely tudjon állni, és csapat szinten is, hogyha szükség van rá. Én fan karakternek használom, szóval, hogyha mókázni akarok, és hiányzik a volt, akkor a voltot viszem, mert természetesen vannak sokkal kényelmesebb defend karakterek, és szóló karakterek is, mint ő, például ugye egy Frost, vagy egy Valkyr, a két ellentétet mondok, de hogyha éppen arra van szó, na most szórakozzunk egy kicsit, vagy tegyük izgalmasabbá, pörgősebbé a játékot, akkor voltot viszek, és akkor shield, és electricity damage, vagyis hát áram damage, és akkor nagyon látványos és móka játékot lehet vele hozni. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, sziasztok!